A kormány tavaly évvégi rendelkezése lehetővé teszi, hogy az Ócsai városvezetésnek is döntő szava legyen abban, kik költözhetnek be az új lakóparkba. A bedőlt devizahiteles családoknak pályázniuk kellett, a pályázatkezelői feladatokat pedig a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat látta el. Az első ütemben felépülő 80 házból 50-be legfeljebb 4 fős, 20-ba legfeljebb 5 fős, 10 ingatlanba pedig legfeljebb 6 fős családok költözhetnek majd. Így összesen 360 embernek nyújt lakhatási megoldást tavasztól az Ócsai lakópark, olvasható Ócsaváros hivatalos honlapján. A pályázatokat két példányban 2013. február 15-éig kellett benyújtani a Magyar-Máltai Szeretetszolgálathoz elektronikus úton és papíron is. A pályázatkezelő az adósoknál személyes megkeresés alapján környezettanulmányt fog készíteni. A benyújtott pályázati adatlapok és az elvégzett környezettanulmány alapján javaslatot készítenek a programbírálati bizottság számára. Ezen bizottság Ócsaváros képviselőtestülete által delegált két személyből, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat által kijelölt két személyből és a Nemzeti Eszközkezelő ZRT által delegált személyből áll fel. A programbírálati bizottság március 25-éig dönt majd a költöző családok kiválasztásáról, akiket 5 munkanapon belül értesíteni fognak.